miért is vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert a hölgy, aki ezt a nagyon érdekes regényt írta, azonos azzal a kopácsi leszármazottal, akinek az édesapja a magyar történelemben egy egészen specifikus helyet foglalt el, a maga szerencsétlenségével, szerencséjével, bátorságával, érdekességével, különleges életútjával. Őt ugye Kopácsi Sándornak hívták, és 1956-ban Budapest rendőrfőkapitánya volt, és mint ilyen, hát sokunknál hamarabb szakított azzal a rendszerrel, amely ellen az 1956-os forradalom felkelés irányult. Hát azért mondom, hogy sokunkkal szemben, mert nálam 1968-ig tartott, amíg rájöttem, hogy itt nincsenek rendben a dolgok, de hát ez különböző, már két különböző embereknél másképp volt, ami egyébként magában a regényben is tükröződik. Na most, én most le fogok ülni, ha nem haragszanak, mert minek átcsorogjak, úgy talán könnyebben beszélgetünk. És csupa olyan kérdéseket fogok a Juditnak feltenni, amiket már akkor is szerettem volna megkérdezni, amikor a könyvét szerkesztettem. Ugyanis a könyv, ha mindentől eltekintünk, minden történelmi vonatkozástól és összefüggéstől, és azt mondjuk, hogy ez egy true crime, vagy még annál, még annál is odébb menve, egy közönséges krimi, akkor is nagyon érdekes. Ha hozzáadjuk, hogy tele van különféle történelmi vonatkozásokkal, különféle történelmi utalásokkal, különféle titkok nyílnak meg benne, vagy nem nyílnak, mert ugye itt kezdődik a probléma, az én problémám legalábbis itt kezdődött, hogy én végig nem tudtam megkülönböztetni, hogy ebben a könyvben mi a valóság és mi a kitaláció. Ez nagyon érdekes, és mindig is szerettem volna erről beszélni a tisztelt szerzővel. Most itt van az alkalom, következésképpen első kérdésem az lenne, hogy még mielőtt konkrétabban beszélnénk a könyvről, hogy történt a valóságban a Kopácsi család kimenekülése Kanadába? Itt van a régi könyvet, elhoztam nektek, mert én 1992-ben megírtam Hősök nem sírnak címmel, pont a család történet. Ott van a család történet. Úgyhogy itt van belőle, adok majd egy példány, de beszélhetem. Azt én köszönöm szépen, de szerintem sokan kíváncsiak rá, mert el fogják olvasni a könyvet, és mindenki szeretné tudni, hogy viszonyul ez a történet, hogy viszonyul ehhez a történethez. Most én egy éves volt a fiam, amikor rájöttem, hogy az én apámnak még nem is volt módja és alkalma találkozni vele, mert anyám kint volt a szülésnél, de apámat akkor még nem engedték ki. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljövök, elhozom az egy éves fiamat, csalogató volt az apámnak, hogy döntsék el, hogy mit akarnak, hogy ki, én nagyon szeretném, hogy mindent elkövetnének annak érdekében, hogy hozzánk jöjjenek végleg. Hát ami nem volt egy egyszerű dolog, mert hogy éppen akkor még a feltételes szabadlábon volt csak 10 év után kaphatta vissza az állampolgári jogait, útlevelet, stb. És ez körülbelül pont az 5. pont a felébe érkeztem én meg. Mikor leszálltam a gépről a gyerekkel, az egyéves gyerekkel, és megláttam apámat, majdnem leszédültem, mert az én fiatalos és vidám és tram apám helyett láttam majdnem egy kísértetet.
és valami nagyon rossz érzés fogott el, és akkor, mikor hazajöttünk, egy idő után kérdezősködtem, hogy mi van. De az előző még az volt, hogy egyszer nagyon minden nagyon jó volt, és nagyon vidám volt, jöttek emberek látogatóba, és nagyon jól örültünk egymásnak, és egyszer megcsörrent a telefon, és a telefonon, aki volt, a Egri Gyuri barátomnak, újságíró barátomnak Kanadában, akinek itt volt egy emberrel egy rendes üzleti kapcsolata, és arra kért meg ez az ember, hogy vigyek el egy levelet az Egri Gyurinak, ugyanis akkor éppen postásztrájk volt Kanadában, ami elég rendszeres volt, úgyhogy abszolút természetesnek vettük azt, hogy ha valaki jön, vagy valaki megy Kanadából Magyarországra és vissza, akkor elvisz egy levelet. Csak hogy. Mikor én letettem a kagylót, hátrafordultam, és én láttam két fal szürke képű embert, aki rebegtek és remegtek, hogy meg vagy őrülve, nem tudod, hogy hol élsz, itt nem Kanadában élsz, hanem Magyarországon. Először is mindent lehallgattak, azon kívül nem lehet legálisan kivinni levelet, és hogyha téged elkapnak, akkor teljesen mindegy, hogy kanadai állampolgár vagy se, az is teljesen mindegy, neked van egy egyéves gyermeked, téged úgy lecsuknak, mint annak a rendje. Na hát ott álltunk remegve, én üvöltöttem, hogy a büdös életbe ide be nem teszem a lábamat, és apám megszólalt, hogy miért akart engem büntetni ezzel. Na hát ezek után sor került egy bizonyos, nagyon komoly beszélgetésre, elmentünk a budai hegyekbe, mert hogy ott a falaknak nincsen, már a fáknak nincsen füle, és kikérdeztem, hogy mi történt. És akkor mondta az apám, hogy neki akkor járt le tulajdonképpen a 73-ban a 10 éves felfüggesztetje, és a törvény szerint ő beadhatott egy kérvényt arra, hogy ő megkapja az útlevelét és visszakapja az állampolgárságát, és utazhasson 3 évente, mint akkor is minden rendes magyar embernek külföldre. $300, igen. Igen. Na, ehhez viszont szüksége volt egy levélre, egy írásra, amit a munkahelyén a munkaügyisnek kellett volna kiadni, ami csak annyiról szólt volna, hogy ő az elmúlt 10 év alatt ott dolgozott. Nem többet, nem kevesebbet. Mire kijelentette a nő, hogy ő ezt kopácsnak nem adja ki, tudja, hogy törvényellenes, hogy nem adja ki, de nem adja ki, és menjen az apám, ahova akar panaszkodni. És kész, ennyi volt az egész. És mondom, és akkor kérdeztem, hogy és te nem fellebeztél, vagy nem mentél tovább az ügyben? Azt mondja, hogy de mentem az igazságügyi miniszterhez is, aki azt mondta, hogy hát nem tudok az ügyedbe csinálni semmit, de ha többet akarsz tudni, akkor menj el eddig és ebbe az irodába, és ott megtudhatod, hogy a papírodon elolvashatod, hogy mi az, ami, aki és ami téged visszatart. El is ment, bevezették egy páncél szobába, ott leültették, odaadtak neki egy aktát, amiben volt egy lap, amire piros betűben rá volt adva, hogy nem rehabilitálható. Tehát, hogyha ő neki, akkor is, hogyha legálisan leállt, az akkor már a büntetése, de nem rehabilitálható, nem, és világ életében, hogy mondjam, másod vagy harmadosztályú emberként kell majd ítélnie. És akkor elment, azt hiszem, visszament az igazságügyi miniszterhez, és azt mondta, hogy ez mi? Azt mondja, hát nem tudok neked mit mondani, csak azt, hogy a KGB-nek is már a, hogy mondjam, a sugarába kerültél, ugyanis kikérték a papírjaidat a KGB. Azt mondja az apám, hát ez egy nagyon rossz hír, mert eddig, akit a KGB fölfigyelt, az általában a gulágba, vagy a halottas házba kötött ki, az nem egészséges dolog. És mondom, és most mit akarsz csinálni? És azt mondja, mit gondolsz, mit csinálnak? Azt mondja, hát én is azt hittem először, hogy kivégeznek, vagy lecsuknak, mint renditenskedőt, de kiderült, hogy tulajdonképpen csak
Hát, van egy ilyen szó erre, hogy arra akarják, tartaléknak akarják, hogy és Kádárt akarták volna vele zsarolni, hogyha esetleg Kádár nem viselkedik úgy, ahogy az oroszok elkívánják tőle, akkor apámat dugják be helyette, elvégre hirtelen elők léptethették volna ugye nemzeti hősnek is, és mint olyan kiszolgálhatta volna ugye a rendszert, és ami azt jelentette apámnak, hogy a legjobb barátját is, ha elkérték, kívánták tőle, akkor halálra ítélje. És erre apám mondta, hogy hát erre ő nem képes, és nem vállalkozik. Ha ez megtörténik, akkor inkább öngyilkos lesz, mint hogy ilyet csináljon. Na most ezzel az a mondattal viszont az én életemet is megfenyegette, ugyanis én 1956-ban, mikor anyám egy hónap után szabadon engedték, amiután apámmal letartóztatták, és igen, úgy volt, hogy apámat kivégzik, és akkor anyám azt mondta, hogy amennyiben apámat kivégzik, akkor ő öngyilkos lesz. Mire én egy hónap, körülbelül több mint egy hónapot nem voltam együtt a családdal, mert elvittek a jugoszláv követségre, és onnan kiszöktettek, úgyhogy elég zűrös volt a dolog. Tény az, hogy már én tudtam, hogy mit jelent árvának lenni idegenekkel. És mondtam, hogy köszönöm, én ezt nem kérek ebből, ha te mész, akkor megyek én is. Na most a 10 éves gyereknek az önígérete, az annyira belém ivódott, hogy teljesen meg voltam róla győződve, hogy én és az apám egyek vagyunk, tehát ami az apámmal történik, az velem is megtörténik. Ha az apámat meggyilkolják, akkor az anyám öngyilkos lesz, és akkor természetesen megyek én is vele, és közben kiderült, hogy nagyszüleimnek is hasonló elképzelései voltak. Hát úgyhogy ekkor én már tudtam, hogy én úgy jövök vissza, hogy ha kell a világot, megmozgatom annak érdekében, hogy kiszedjük. Na, ez teljesen képtelenség volt. Én akkor összejöttem jó néhány emberrel Kanadába, többek között Faludi Gyurkával is, és Egri Gyurival, és ezek mind recskiek voltak, ez a szociáldemokrata vonal volt, és aki Faludi Gyuri, Kerek Perec megmondta nekem, te azt mondja, ez egy a millióhoz való esélyed van arra, hogy ez sikerüljön. És ebbe bele is lehet halni, és ehhez kell megbízható ember, és hogy képzeled? Mondtam, hogy nem tudom még, hogy hogy képzelem, de ez, ennek mennie kell, kész. Hát teljesen, én engem őrültnek tekintettek, hogy mániákusan én hajtogatom a dolgokat, és többen próbáltak lebeszélni róla sikertelenül. Nekem egyetlen hívőm volt, aki mellettem állt mindenbe, az a férjem Péter volt. A legelkeseredett időben azt mondta egyszer nekem Péter, azt mondja, tudod mit? Nézzük meg a kínai álmos könyvet, az I Ching-et. Hát veszíteni magunk nincs, megnéztük, hogy... És ott háromszor kidobta, ilyen pénzeket kellett ledobni, és az, hogy három fejre esett, vagy írás, vagy fej, mindegy, szóval ennek a kombinációját. És aznak a kombinációja alapján elsőnek az jött ki, hogy bár nehezen, de ha szívósan kitartotok mellette, akkor elértitek azt, amit akartok. Hát ez is több, mint a semminél, és nekiindultunk. És elsőképpen elindultam azzal, hogy írtam az apámnak egy levelet, hogy akkor volt, hogy már állapotos voltam a lányommal, hogy 28 éves elmúltam, és ebből a 28 évemből volt 10 év összesen, amit apámmal tölthettem. És hogy én már itt az ideje, hogy most már én rám is gondoljanak a szülők, hát én legyek most a fontos, és miattam mozgassanak meg mindent azért, hogy kijöjjenek, és együtt legyenek velünk is az unokákkal, mert azoknak is joguk van a nagyszüleikhez. Elküldtem a levelet, és küldtem is vártam, mondtam, hogy most mi lesz. Válaszként visszajött, indulj el, mindent
megtehetsz, amit akarsz, az érdekünkben mi is csináljuk az dolgot. Tehát hajlandók voltak elindulni ezen az úton. Akkor, de most ők erre föl, akkor volt a 74-ben a Helsinki egyezmény, a család egyesítésről szóló dolog, és mi ezen a vonalon indultunk el, és apámék beadták a kivándorlási kérelmüket ez a család egyesítés alapján. Hát túl sok reményt nem fűztünk hozzá, de el kellett indulni valahol. Meg is, be is adták, el is utasították őket természetesen, de úgy utasították el, hogy behívták őket a belügyminisztériumba, és mondták, hogy hát ezt ne kívánják, mert ez állami érdekbe ütközik, viszont nincs semmi gond, mert hogy kaphat jobb állást, megengedik neki, hogy a szakmáján belül dolgozom, tehát nem kell Esztergap mellett darabbérbe dolgozni tovább, hanem irodai munkát kell vállalni, és kérdezte az apám, és hol, és milyen körülmények között, és mit kell ezért nekem csinálni cserébe. Mert hogy bizonyos dolgokat azért még ezek után sem vállal. Na most ez volt az az emlékezetes telefon, amikor apám beszólt nekünk telefonon, hogy hát elutasították a kérelmét, viszont felajánlottak remek állás, és én elkezdtem üvölteni, hogy gyilkosok te ezeknek a hazugoknak még hiszel, és nem igaz, hogy miket mondtam. 10-szer szakították meg a vonalat, és én 10-szer tárcsáztam vissza, hogy még én nem fejeztem be, amit mondani akartam. Nekem teljesen mindegy, hogy az illetőknek tetszik vagy nem tetszik, én elmondom, hogy én mit akarok. Na erre mondta az apám azt, hogy szabad kezet ad, és akkor kezdtünk el lépni, és a Faludi Gyuri és az Egri Gyuri is átjöttek Európába, és a Szociáldemokrata a nemzetközi lapokba kezdődött egy ilyen folyamat, hogy itt a, ugye Helsinki egyezmény, és hogy abban a család egyesítésről van szó, és hogy hát mi van a Kopácsiékkal. És kezdték a Szabad Európával, Amerika hangja, az olasz kommunista párt, a francia kommunista párt, az angol, de nem mentek túl, mert azt hiszem, hogy közvetlenül a Szabad Európai adás után behívatták őket, és azt mondták nagyon mogorván, hogy itt van maguknak, menjenek a fenébe. Nem útlevelet kaptak, hanem itt szabályosan egy kiutasító papírt. Úgyhogy ők felszámoltak a világon mindent, és 1975. június 20-ával érkeztek meg a repülővel, és amíg leszálltak a repülőről Torontóba, és az első kérdése ott a bevándorlási minisztériumból, hogy volt-e már büntetve? Csak elsápadt, és szerencsére ott volt az Egri Gyuri, és kimagyarázta, hogy ez politikai okokból volt, az nem érdekes, hogy mennyire. Hát ez történt. Jó, hát akkor azt így ebből a kis ismertetődből annyi kiderült, hogy ugye a könyvben a kimenekülés éve, ha jól emlékszem, az 68, ugye? Na most fogok kérdezni olyan dolgokat, amik talán nem adják ki a könyvnek a érdekes mozzanatait, szóval nem akarok poénokat lelőni, de létezette a Lösz-barlang összejövetel? Nem. Ez teljes mértékben... Jó, nem mondom tovább, egy nagyon érdekes, a könyv érdekes epizódjaira kérdezek rá. És nem mondom el pontosan, hogy miről van szó, mert olvassák el a könyvben. Igen, nem, azt mondtál. Nem létezett. Következő dolog, létezette az a balatoni koncert, ahol elhangzik a kötelet a Hóhérnak dal? Nem. Nem.
Létezette bármilyen formában kötelet a hóhérnak nóta? Nem. Te írtad azt is. Te írtad azt is. Jó. Azt tudom, hogy... ja. Az, hogy Csopaki és Kopácsi, hát ez az azért eléggé, hogy mondjam, szóval magától értetődő dolog, hogy itt azért van a valóságnak köze a fantáziához. A következő dolog. Borzasztó érdekes jelenetek vannak a könyvedben, Torontóban. Létezette az a ház, ahol egy... A babaháza? A babaháza, a bárónőháza, aki fiatal magyarokat gyűjtött, fiatal emigráns magyarokat gyűjtött ott össze. A ház létezik, de nem a baba tulajdona. Igen. Csak az én fantáziámban töltöttem be. Baba, mint olyan, nem, az, ő viszont létezett, de nem olyan formában, és valóban segítette a magyar emigránsokat. És kicsi rossz híre volt a leányzónak, de az, az, hát, az természetes. Nagyon nem mondom, hogy a könyv szerint milyen híre volt, de, igen, szóval az, de az, is, környék, az is egy spéci dolog. Igen. A környék, az, az a, kimondottan a magyar környék volt. Aha. Akkor, majdnem minden üzlet magyar volt, és üzlet tulajdonos és vendéglők, úgyhogy egy nagyon hangulatos hely volt ilyen szempontból. Jó, kicsit eltérő kérdés. Most itt ugye látunk két könyvedet. Uh-huh. Ez a két könyved van? Vagy van még? Lesz. Angolul van. Jó, rendben van. Szóval angolul van? Van. Angolul van. Mert azt arra szeretelek volna kérni, hogy az újságírói írói előéletedről valamit mondjam. Igen, van jó néhány igen érdekesnek tűnő cikkem, igen, a Wallenberg ügyről többek között, és van egy igen hosszú értekezésem a igazi forradalomról. Mikor írtad a Wallenberg cikket? 20 éve? Aha. Ez meg a magyarul is, meg angolul is. Én ugyanis 1995-ben írtam az én Wallenberg cikkeimet. Jó. Kettőt a Magyar Hírlapban. Igen. Az enyém az és össze... És azzal áltatom magam, hogy ezek voltak az első Wallenberg cikkek a magyar sajtóban. Lehet, hogy viszont én a Wallenberg cikket azt kimondottan a Katyinnal kapcsolom össze. Hogyan? Úgyhogy a Wallenbergnek adták le a lengyel tisztek, akik menekültek, az összes papírokat a Katyinról, és ő vitte el a 44 karácsonyán ezeket a papírokat, fényképekkel is mindennel együtt a bankba, a Magyar Nemzeti Bankba, amit a szovjet elvtársak, mikor megérkeztek, elsősnek tartották, hogy fölrobbantsák és kirabolják, és azok között megtaláltak a papírokat. Na most rá pár hétre Wallenberget és a sofőrét letartóztatták, és vele együtt letartóztatták azt a magyar katonatisztet és segélyét is, aki segítette neki ebbe az ügyekbe, és a letartóztatás során csak is arról fogadták őket is, meg a tisztet is, hogy mit tudnak a Katyinról. Semmi más nem érdekelte őket, abszolút nem érdekelte őket, hogy Wallenberg a zsidókat mentett, az veszen az ember dudva, mint a nudva elvégre. Úgyhogy, és hát a Wallenbergnek aztán az volt, hogy ugyebár Sztálin parancsba kiadta, hogy Katyinról nem lehet beszélni, és hosszú évtizedekig halálos halálra ítélték azt, aki megmert szólni erről. Úgyhogy a Wallenberget azért. Én azt írtam, hogy Wallenberget volt az utolsó áldozata Katyinnak. Kopácsi Csopaki összefüggést akkor tisztáztuk. Igen. De van ennek a regénynek a két
főszereplője közül az egyik, vagy, vagy három-négy főszereplője igen. közül a legfőbb főszereplője, ugye a Kira. Igen. Na, akkor Kira és Kopácsi Judit között mennyi az azonosság, hasonlóság? Az öngyilkossági jelenet nem történt meg, bár gondolkoztam rajta. A kijövetel a rokonokhoz az igaz volt, a terhesség az nem, de viszont az nem velem, de megtörtént egy közeli barátnőnkkel, aki állapotosan diszidált és megérkezett Torontóba rokonokkal együtt, és később a férje jött utána, tehát a gyerek apja. De szóval az egy fikció. A nagyon sok átütés van, sok minden megtörtént, igen, sok igazság van benne, de nem minden. Nem baj. Szerintem megbocsátható, és csak amit most elmondtál, abból is kiderül, hogy mennyi izgalmas jelenet van a könyvben. Jó lenne filmet csinálni belőle, mert annyi hülyeségből csinálnak hülye filmeket mostanában, hogy én ezt nem... Ez csak egy gondolat, szóval a saját könyvem megfilmesítésével is súlyos zavarban vagyok, mert a fő-fő filmes hivatalnok azt mondta, hogy hát ebben van fantázia, aztán ott maradt a dolog, azóta is van benne fantázia. Mindenek beérik az ideje. Igen, viszont sok rossz filmet csinálnak közben, igen. rengeteg pénzért. Ja. No, viszont elárultál itt egy dolgot, amit szintén nem tudtam, hogy következő könyvet készül. Ennek a folytatása. Na de milyen állapotban van? És mit tudsz ezen folytatni? Mert azért ez egy meglehetősen befejezett történet. Az Isten jó, és ad nekem... Hát mondjuk a titkosszolgálati dolgokat lehet vinni a végtelenségig, az biztos, igen. Hát a folytatás az ott van, hogy ugye megérkeznek a csopajkék, és mindenki nagyon boldog, de figyelmeztetik rá, hogy akármi is van, azért tudja, hogy a titkos szervezetnek messzire elér a keze, tehát vigyázzanak vele. Apropó, van igazságtartalma a kiküldött magyar ügynök csapatnak? Nincs. Nincs, de lehetett volna. Arról szeretnélek még kérdezni, hogy egyáltalán az írás milyen helyet foglal el az életedben, mikor kezdted el? 17 évesen kezdtem el, itt még Magyarországon. Mit írtál, hova? És aztán Kanadába érkezésem után néhány évig igen el voltam foglalva, tudod, hogy a talpamra álljak, és angol nyelvű területre, és férjhez mentem. És aztán volt néhány, ugye fölneveltünk két gyereket, és én félretettem az írást, mert tulajdonképpen ezt a könyvet angolul elkezdtem 50 év, valahány évvel ezelőtt írni, de megálltam, de mint önéletrajz. Ezt a könyvet melyiket? Ezt a kötelet, igen. A kötelet? Igen. 50 évvel ezelőtt kezdtem. Igen, a kötelet, mint önéletrajz. De ugye a következő nem fog 50 évvel. Nem, már igen, jó haladok vele. Nem, ez úgy kezdődött, hogy önéletrajznak indult, és túl közel voltam még hozzá, még annyira fölzaklatott, hogy nem tudtam hozzányúlni. És Faludi Gyuri volt az, aki megkérdezte tőlem, hogy hogy állok a könyvvel, mondom, sehogy, mert hogy ez most még fáj, nem merek hozzányúlni. És azt mondja, hogy írd meg regénynek. De én ahhoz fantázia kell, mondom. Azt mondja, hogy tanulj meg egy dolgot, mint irodalmának, hogy az igazságnak nem kell egy jó történet elé állnia. Úgyhogy akkor elkezdtem, mint
ez mind angolul történt, tehát én közben megtanultam angolul írni. Na most férjem szerint ő megtanulta azt, hogy mit jelent egy íróval együtt élni, és az úgy hangzik, hogy az író az arról lehet megismerni, hogy ír. Reggel, délben, este, vacsorafőzés helyett és takarítás helyett, és úgyhogy van benne valami. Péter, nagy a foglalkozása, hogy kérdezik. Elektromérnök volt. Elektrom. Ja. Úgyhogy, de viszont ő az nem egészen nagyon támogatott, és aztán mindez az energia, amit nem az írásba fektettem az első időkbe, az máshol jött ki, mert valahol ki kell jönnie. Tehát mi történt? Lakberendeztem. Átrendeztem a házat. Mire Péter hazajött a munkából, addigra az emeleten lévő nagy szekrények lent voltak a nappaliba, és viszont. Na most az én hátam, és egyet senki nem bírja el, és azt mondta Péter, állja meg a menet. Te nem fogsz lakberendezni, és elment, és vett nekem egy elektromos írógépet. Azt most leülsz, és elkezdesz írni. Az elektromos írógépet 2 hónapon belül szétvertem. Utána jött az első komputer, és utána a második, és így tovább, és így tovább. És közben szerencsémre, mi kint laktunk egy kisvárosban, Bremtonban, és 80-as évek végén elindult egy irodalmi ilyen fellendülés, és megalakult egy ilyen írói csoport, amit egymást támogattuk, javítottuk, és így tovább. Úgyhogy ez egy rendkívül jó dolog volt. Az egyik őjük, az egyik kollégából, amikor nyugdíjas lett, úgy döntött, hogy hát rettentő nehéz kiadót találni, ugye? Hogy ő megindítja a saját kiadóvállalatát, úgyhogy ő bár jelenteti meg, ő most éppen az enyémet gondozza az angolba, csak éppen, hogy azt mondta nekem, mikor végig 5-5-szörre átnéztük az egészet, hogy az a baj ezzel, hogy a könyve, hogy ez nem egy könyv, hanem 2. Ez? Az 2. Tehát az angol részt, tehát a kanadai részt, azt át kellett dolgoznom, az az első része, és a második része a menekítés. Na most ez... Van egy kanadai szempont lehetősége, benne van a dologban. Én el tudom képzelni, hogy másképpen látja, de engem nekem pillanat, is 5 év alatt... pillanatig nem zavart, hogy... Jó, 5 évig veszekedtem vele. És most rábírt, úgyhogy azt most meg szétválasztottam, most ő korrigálja, úgyhogy most ez. És ennek a folytatása, hát kaptam, köszönöm szépen anyagot hozzá, jelenleg is, mert ugye a levéltáron keresztül, ezelőtt 10 éve, hogy mikor beindult, hogy megkérheti mindenki a maga anyagját, ami rá vonatkozik. Én Kanadából betelefonáltam, hogy hát szeretnék a családról szóló anyagot megkapni, van-e? Mondja a nevét. Mondom a nevet, Kopácsi Sándor. Ó, van anyag, 2000 oldalnál tartunk. És most, hogy megérkeztem, hirtelen kaptam egy e-mailt tőlük, hogy örömmel jelentik, hogy van még további anyag, 200 oldal. Mondtam, hogy ki hova küldjék, mondom, sehova. Pédetlenségben pont itt vagyok, értem, megyek. El is hoztam, olyan gyönyörű gyerekek. Kezdődik ez a 200 oldal, pont a kivándorlása után minden lépését követik, az előadásokat, a könyvekről tudnak, mindenről tudnak, hogy ki volt vendégségben náluk Kanadában, hogy kivel beszéltek, és elérkezik 1989. Ezt nem értem, ilyen jó volt a magyar hírszerzés Kanadában. Ezek szerint. 89. De akkor nem, 75-től kezdve folyamatosan. Hát annyi dolguk lehetett. Mindent megtettek, hogy megakadályozzák abba, hogy megírja a könyvét, és miután már kiadták a könyvét, de akkor is meg mindent megpróbáltak ellene tenni. Na hát ez nem sikerült. És ez egy sztori téma. Elérkezik 89, amikor meghirdetik ugye a temetést, nem mondom, hogy újra temetés, mert akit nem temettek el eredetileg sem, annak nem lehet újra temetni. Tehát a temetés, amire anyámék is megjelentek,
le van írva az is, mikor megérkeznek a repülőtérre, hogy melyik szállodában vannak, ki hívta őket, mikor, kivel beszéltek. Meg felkérték ugye arra, hogy beszédet mondjon a temetésen, a beszédének a teljes szövege, és hazafelé mellett a taxiba, a szállodából a repülőtérre, amit a kocsiba beszélgettek szórószalra szintén. Akkor van anyag. Köszönöm, mondtam, szállítottam. Ja. És a következő regény pont arról fog szólni, hogy elkezd, miután a rémámok, azok minden menekültnek elkíséri, ami a rémálom az úgy szól, mindegyik, hogy álmába, honvágyába visszatér, itt rögtön letartóztatják, az ávolsak bedugják a legsötétebb pincébe, és megkínozzák, és kiröhögik, hogy úgy marha, minek kellett neked visszajönni. Tudtad, hogy mi vár rád. Hát ez az álom általában. És én már akkor tudtam, hogy ennek egyetlen gyógyszere van, leülni és kiírni magából. Mert abban a pillanatban, hogy ez itt van, és nem itt van. És már lehet tovább lépni, és élni. Úgyhogy apám leült, és 1000 oldalt megírt, és így tovább, hát a könyv történetét gondolom majdnem mindenki tudja. Tény az, hogy az új könyvnek a témája az, hogy természetesen mindent a magyar szervek megpróbálnak, hogy megakadályozzák, hogy megírja és kiadja a könyvét, és lesz benne néhány bukfenc. Magas rögtű bukfencek lesznek, úgyhogy ez a következő. Jó, hát erre már próbáltam felírni a figyelmet, hogy bukfencekben nagyon gazdag ez a könyved is. És az nagyon jó, mert ez egy olvasó. Szóval amellett, hogy hát így különösen most, hogy elmondtad a dolgokat, hogy hogyan függ össze nagyjából a valóság és a fantázia, így különösen értékes dolognak tűnik az, hogy van valaki, aki hitelesen tud erről írni, plusz még írni is tud, ami azért nem jelentéktelen dolog. Bár lehet, hogy neked az angolod már jobb, mint a magyarod, ezt nem tudom. Lassan, igen. Igen, de hát azért ez egy színvonalon meg volt azért írva. Úgyhogy hát a kiadóként és szerkesztőként én csak gratulálni tudok ehhez a dologhoz, és akkor tessék valamit tenni annak érdekében, hogy ne teljen 50 évből következő kötetnek a megjelenése. Én összeállítottam pontosan neked egy kis listát arról, hogy mi az igaz és mi az, ami nem, csak röviden. Na. Érdekel benneteket? Persze. Le fog esni. Hát például a csopaki kivégzésének főpróbája az megtörtént, valós esemény volt. Ügynök jelentés... Bocsánat, mert most eszembe jutott egy fontos dolog. Jó, a löszbarlang összejövetel az nem volt, de a fiataloknak ez a bármiféle kis összeesküvése, ennek volt valami igazság alapja? Volt halványan, én például a Virányosi úti általános iskolába jártam, és abban az iskolába jártak például a biszkú gyerekek, aha, a fehérék, szóval egy csomó, aha, fejesnek a gyermekei, és akikkel mi együtt jártunk ugye táborozni nyaranta, meg az énekkarban részt vettünk. És szóval ismerték egymást, igen, ezek a... És náluk volt ezek között, a fiatalok között volt egy ilyen alaplázadás, ilyen fiatalkori lázadás. Arról tudok például, hogy a biszkú gyűriék, és jó néhányan összeálltak, és otthonról ellopták a pisztolyokat, a papák pisztolyát, és elásták az iskola a kertjébe. Nem semmi. Úgyhogy ilyen alapon volt valami alapja.
Értem. Na most hát a Bruno az gondolom magától értetődő, hogy ez a hobó alakjára lett formálva, akiről mindenki tudja, hogy ő viszont tényleg lázadt a saját apja ellen, teljes joggal, mert mint ő saját maga elmeséli, hogy ő a papa 11 éves volt 56-ban, és a papa elvitte Kelet-Németországnak az egyik csücskébe, ahol beadt egy javítóintézetbe, csak azért, hogy el ne szökjön, és nehogy diszidáljon a gyerek. Hát ezt nem vette jó néven. Mert neki ez kellemetlen lett volna. Igen, ez kellemetlen. Szóval tudtam, hogy ez, szóval van valami alapja. A második fejezetben van egy, az ügynöki jelentés a Csopaki családról. Igen. A szóra átvettem, az úgy történt. Az az volt. A Chesterfield cigaretta története, ami röviden az, hogy egy diplomatát visszahívnak 49-be Rómából, és a Reichsbergbe be akarják fogni, és kínozzák, és ráállítják, hogy betanulja a szöveget, amit majd a tárgyaláson el fognak mondani. Az illetőt nagyon felik, és nap mint nap egy fel kell mondani a szöveget, és addig, amíg nem stimmel minden, azt addig gyakoroltatják. Egy alkalommal sikerült az illetőnek jól válaszolnia, és akkor fölvitte magával és megkínálta a kávéval és egy Chesterfield cigarettával. Na most azt mondja, hogy először is rettenetes nagy dohányos volt, és azon kívül meg kávés, és hirtelen teljes éjgyomorra ennyi kínzás után megrészegedett, és elkezdett üvölteni, hogy hazug disznók vagytok, én ebben nem veszek részt. Emiatt nem lehetett prezentálni már a tárgyaláson. És emiatt bedugták egy magánzárkába, és aztán ott ült addig, amíg ki nem engedték. Az, akinek sikerült bevallania, azt mind felakasztották. Őt nem. És ez a Chesterfield cigarettát mentette meg az életét. A történet igaz. Pödör László a miskolci középiskolai tanárral történt, aki a Pödör Lászlónak az egyik tanítványa volt, Fekete Sándor, akinek itt van az unokája, és ő írta meg eredetileg a Chesterfield cigarettát. Kicsi a világ. Okay. Van. Van. A Kira története a kanadai vízummal és az isteni beavatkozás története szintén igaz. A Csopaki és a Brezsnyev történet az is igaz, hogy amennyiben csak annyiban nem igaz, hogy ez nem 68-ban, hanem 63-ban történt. 63 őszén egy apám egyik barátja, idézőjelbe, szólt, hogy a Brezsnyev keresi azt a magyar családot, akit Miskolcon 1944-ben egyik katonáját, sebesült katonáját megmentették. Hát ez történetesen az apám volt, és nem jelentkezett, amikor ezt értesítette, ezek után az apámnak járt volna az egyik legmagasabb szovjet kitüntetés, amit nem szovjet állampolgárok kaphattak volna. Na hát ezért nem jelentkezett be apám, miután azt mondja, hogy néz az ki, hogy ki frissen szabadult ellenforradalmával, mindjárt jelentkezne erre. Na most ez a belügyminiszternek se volt, hogy úgy mondjam, előnyére, ugyanis a Földes László volt a belügyminiszter, aki a Partizán Szövetségnek volt véletlenségből az elnöke, és éppen akkor fosztották meg szüleimet és a nagyszüleimet is a Partizán Szövetség tagságában, mondván, mint ellenforradalmároknak. Anyámat is kitagadták, ilyen szempontból is közölték, kapott egy nagyon szép levelet, hogy azért a
zárják ki a partizán szövetségből, mert hogy férjét mindenben követte és egyetértett vele. Na hát az anyámmal nagyon jól jártak, mert az ő fűnek akkor éppen a perecet árult az állatkertbe, és mindenki, aki arra járt, megállt vele beszélgetni, és ő meg fűnek fának mutogatta, hogy neki írása van a házastársi hűségről. Igazolás. Igazolás. Igen, úgyhogy. Jó, hát köszönjük szépen. Én látom, hogy neked lennének ott még jegyzeteid, de hát mondjuk minden minden akciót nem is kell elárulnunk, és szerintem ami elhangzott, az nem akadályozott meg senkit abban, vagy nem fog megakadályozni senkit abban, hogy élvezze a könyvet, mert valóban belletrisztikusan, regényesen van az egész megírva. Mondjuk így nagyon egyszerűen, hogy jó a sztori, vagy jó sztorikkal van tele ez a könyv. Úgyhogy hát nem marad más hátra, csak hogyha valakinek még van kérdése, akkor most szívesen válaszolunk. Judit is, mint szerző, én is, mint kiadó, szerkesztő. Én, ha kérdezzek valamit, én amikor átküldtem a könyvet neked, ugye oda van fölírva, hogy ha van egy elkészült könyved, akkor küld át nekünk, és akkor eldöntjük, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Igen. Mi volt a... Te megkaptad, és egy héten belül reagáltál nagyon pozitív. Hogy miért döntöttem úgy, hogy kiadjuk a könyvet? Igen. Hát azért, mert megfelelő minőségben volt megírva, és megfelelően komplex történet. Tudtam, hogy ebből lesz egy, hogyha még a legegyszerűbben akarom mondani, ugye, kifejezni, akkor azt mondom, hogy tudtam, hogy ez egy eladható könyv lesz. És egy kiadó először mindig ezt nézi. Nem tud más nézni, mert különben tönkremetszel az. A mi kiadónk, ez egy kis kiadó, 15 éve létezik mindössze, minden évben örömünnepet ülünk így könyv hét után, hogy még létezünk. Köszönöm. Következésképpen nem szabad eladhatatlan könyveket kiadnunk. Tehát nem is szabad. Jó kérdés. Nincs kérdés? Nem, Latika, nem nincs. Én csak nagyon sajnálom, de vidéki vagyok, nem látszik ugyan rajtam, de muszáj elmenni, és nagyon örülök, hogy itt lehettem, és meghallgathattam a könyvről szóló információkat, meg együtt lehettem. Még gyorsan elmondjuk azt is, hogy mi a kapcsolat közöttünk. Azért minden, ne, hát itt a Péter. Itt van Péter is, úgyhogy tanúskodhat. Nekem van egy királyságom, ami az interneten van, a Gelbergócia királyság, ami közeli, amikor összeházasodtunk, akkor én megnyitottam a Gelbergócia királyság J-vel, nem Y-nal, belépés csak tiszta szívvel és mezít láb, és ezt mi elindítottam, és van kb. 150 tagunk, és ott egyetlen egy dolgot szabad csak csinálni. Először is, mint királyság, saját magadnak kell kiválasztani, hogy milyen, mit válasz, tehát ha grófi, vagy hercegi, vagy hasonló titulus, akkor most magadnak kell kiválasztani, mert én a végtelenségű lusta vagyok, nem vagyok hajlandó egyik innentől oda tenni semmit, tehát még takarítani sem vagyok hajlandó a királyságomban, azt is nekik kell csinálni, de tény az, hogy nem szabad helyesen írni, csak vidámakat, és nagyon, úgyhogy és lehet hülyéskedni, és nem érdemes komoly dolgokkal foglalkozni, mert minek. Akit érdekel, szívesen van látva, a királyságunkban jelentkezzen. Laci, már hány éve vagy? Sok, 10, több mint 10. Igen, szóval... És nem vidéki, hanem szegedi. Köszönöm, ez nagyon jó. Ha én ezt Szegeden elmesélem. És nem lemegyünk, hanem elmegyünk. Befejezésül még annyit hagyj jegyezzek meg, hogy van még egy helyrehozni való bunkóságom, ugyanis elfelejtettem bemutatkozni.
engem Bokorpálnak hívnak, és most úgy mutatkozom be éppen, mint az Atlantic Press kiadónak a tulajdonosa és főszerkesztője, de az azért a mai történethez hozzátartozik, hogy én eredetileg külpolitikai újságíró vagyok. Egy olyan 10 évvel ezelőtt abba hagytam ezt a tevékenységemet, mert most akkor is és most is az a véleményem, hogy ebben a sajtóban már nem szabad írni. Olyan magyar sajtó. Igen. És 15 évvel ezelőtt már a Magyar Hírlapnál csináltam ott egy könyvkiadót, aztán 15 évvel ezelőtt csináltam ezt a könyvkiadót, és azóta nagyon jól vagyok, mondjuk az se baj, hogy a saját, én is írtam már vagy 20 könyvet, és az se baj, hogy a saját könyveimnek nem, a kiadásával. Nem, nagyon jó valakinek kell, és inkább te, mint egy ideget. Ja, szóval nem kell házalnom a könyveimmel, az nagyon jó. Viszontlátás. Na, még valamit el kell mondanom, mert ezt nem szabad. Volt egy történet, az apám már akkor 1952 Budapest főkapitánya, és egy sorozatos bankrablásról van szó. Két fiatal fiút elkapnak bankrablása, akik fából faragott, tökéletesen kifaragott pisztollyal követték el ezt, és sikerült apámnak elkapni ezt a két fiút. Két fiatal fiú volt érettségi után, próbáltak bejutni az egyetemre, az édesapjuk nem volt megfelelő káder, és emiatt aztán kiestek az egyetemről, és elkeseredésükbe pénzt akartak szerezni, hogy a csempészeket lefizessék, hogy elmenekülhessenek innen. Az elfogások után Rákosi példát akart statuálni ezzel a két fiúval, és fel akarta akasztatni. És apám erre közbeszólt, hogy ez nem úgy van, mert ő nem tartja ezeket a két fiút notóriátus gyilkosoknak, hanem igenis komoly okuk volt arra, amit elkövetek, azon kívül is nem igazi lőszerrel vagy lőfegyverrel, hanem egy fából faragott, tökéletes replikával történt meg. És végre sikerült, hogy életfogytiglant kapjon a két fiú. Elérkezik 56, kiengedik őket, és az egyiknek sikerül azt, hogy úgy tudom, hogy elmenekülni nyugatra, a másiknak nem. 1961-ben apámat Vácról átviszik a gyűjtőbe, és bedobják teljesen szabálytalanul és törvénytelenül a köztörvényesek közé, mondván, hogy itt a főkapitány jutok, csináljatok vele, amit akartok. Na most normális esetben ezek a nehéz fiúk, hogyha bedobják köztük egy rendőrt, azt miszlikre vágják, úgyhogy apám is várta, hogy most jön a miszlik. Legnagyobb csodálatára és meglepetésére az egyik fiú odalépett hozzá, és ez volt a Sziklai Laci, aki átölelte, hogy jaj, de jó, hogy láttak, annak nem örülök, hogy itt látlak, de örülök, hogy jól vagy, és bemutatta nekik, hogy fiúk, ez az ember mentette meg az életünket, és akkor apámat a köztörvényesek és a nehéz fiúk örökbe fogadták, és ők álltak őrt felette, és az egyiknek itt van az fia. A kezét tegye fel legalább, ő az igen. Ő jelentkezett nálam nem olyan régen, végtelen meg vagyok hatódva, nagy örömmel üdvözöllek. Csodálatos. Nekem megalakul a szavam, hogy ilyet hallok. Úgyhogy csak ezt el kellett mondani, hogy ilyen. Az a hölgy, aki elsőnek elment, az mikor bejöttem, bemutatkozott, és én akkor nagyot nyertem, ugyanis ő a felesége volt az apám gyerekkori barátjának, akit apám mentett meg, Jackie néven volt, ők ismeretes. És hát ő miatta ugye apám segített neki, és lett belőle katona, tehát honvédtiszt később, és első dolga volt 56 után jelentkezni apám ellen a 400-as listáról beszélni, ami miatt halálos ítéletet is kaphatott volna apám.
Hát, de viszont 63-ban próbáltam már rendbehozni a dolgokat, és ő volt az, aki szólt apámnak, hogy keresi Brezsnyev azt a családot, aki megmentette a katonáját, és aztán 90-ben, mikor visszajöttek, akkor újonnan alakították meg a régi feloszlatot, a Partizán Szövetségét, és akkor visszajöttek, és akkor könnyes szemekkel kért bocsánatot, és az szokás szerint az én apám megbocsájtott, de ennek ő a felesége. Hát akkor köszönjük a részvételt. Nagyon köszönjük a részvételt. És reméljük, hogy a következő 50 év valamelyikében ugyanitt találkozunk. Hát az lehet egy év múlva, két év múlva is. Ugyanitt találkozunk, és be tudjuk mutatni a Kötelet a hóhérnak című regény folytatását. Jó. Címe van-e már? Nincs. Majd azt hiszem, hogy valami frappánsat, vagy igen. Akarod felolvasni az utolsó részt, a verset? Igen. A verset? Igen. Mert abban te is beleléptél, hál' Istennek. Abba beleléptem, igen. De ehhez viszont szükségem van a szemüvegemre most már. De jó kis vers lett a végén. Igen, nagyon-nagyon jó. Ugye? Igen. Közös munka volt. Na kérem szépen. Azt mondja, hogy a versnek a címe Kötelet a hóhérnak, hogy kerül a Pixisbe, ezt nem mondom el, majd kiderül a regényből. A vers úgy szól, hogy a hóhér mohó, keze megremeg, szíve is felgyorsul, ha csigolya reped. A hóhérnak mindegy, mi áldozat terem, hogy a szerencsétlen bűnös vagy büntelen. Ő csak attól retteg, ki tudja, mondja meg, mi lesz, ha a kötél majd üresen lebeg. Mi lesz, ha utolsó prédája elvonul, s akkor már a kötél az ő nyakán szorul. Erről nekem ugye egy másik verszak is eszembe jut, mert az nekem a kedvencem, és ma többször elhangzott a Faludi György neve. Ő írta, hogy Villon vagyok Párizs városából, mely alattam piszkos ködben ég, méter hosszan lógok egy nyárfaágról, s a nyakamon érzem, hogy seggem bír nehéz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. Akkor én még nem értem. Köszönjük szépen. Tudjétek, tudod itt is venni. Akkor már ugye. És a legelső most már nem, de akkor az ember jutott szemüvegére. Tehát lehetett másolni minden alkatrészt, lehetett filéreket venni, tehát kellett menni az első nagy tárpát, a magyarul nem tudom, hogy mindenkit az anya valami, amiből a többi elektronikában bele tudott. Nem. Alaplap. Köszönöm. Örülök, hogy látlak. Köszönjük, szervusz, köszönjük szépen. Szia. Tudjuk, hogy kapott egy ilyet, azért, hogy a házban... Nem árultalak el. Mi égyben? Jó figyelemmel terelés. Szándékomba volt elősérni a veled való kapcsolatot, és abszolút. Pedig ezért jöttem. Nehogy komoly. Tudod, én volt nekem ebben az egészben, hogy egy olyan világról beszéltél, pedig napi kapcsolatban, amiből semmit nem észrevettem. Semmit nem. Én egyszerűen pedig hát ott ültél mellettem az iskolapadba összejárt a sorból. De ugyanakkor téged olyan szépen behívtak a rendőrségre. Hát az igaz, de hát mondtam, hogy sokra nem mentek. Ezt tudom, de hát ezt akartam elmondani, hogy
Mennyi ideig bívottál, amíg eljöttél és elmondtad nekem, meg anyámnak is, hogy mire próbáltak rábeszélni, és hogy te ezt nem voltál hajlandó vállalni. Jó, ebben egy preventív intézkedésként a úgyhogy úgy. Így, igen. Úgyhogy úgy tekints rá, mint egy hősnek. Ó, hát ő nagyon az. Képzeld el, hogy mit odáig, mert azt elárultuk neki, hogy öngyilkosok akarunk lenni, hogy abban az esetben a apámat engedik ki, 62-ben. Hányszor éltem át veletek, de nem állami jöletem, és a bátát, hát azt mondta nekem, hogy kétségbe volt esve, hogy mi van. Megbeszélt a szüleivel is, hogy ők beadják a kérelmet, hogy feleségül lesz, hogy így bennem megvédje. Még mai napig is eltűnt önmagam. Ja, csak úgy mondom. Oké, Rózsa Robertnek a legnagyobb. És Köszönöm, a hölgy így is úgy is csúnya lelkésed. Hát akkor pláne. A hölgy. A hölgy, aki bemutatná az órát. Ja, igen, az órát. Igen. Kopacsilis. Az az Gelberger. Igen, annak a fiatalembernek az apája, akit megismerti a szombaton. És most sikerült szertelem egy könyvvel, úgyhogy egy szükség. Kérlek szépen. Valami kedves szép. Igen. Péter úgy hív téged, hogy Dorka a pixi, az óriási pixi. Akkor így írjad. Jó. De jó. Miről maradtunk? Mindenről mi? Az Ádám fölvett mindent a filmre, úgyhogy ezt a